Na császtok, újra itt vagyok, és most az Inarost fogom bemutatni. Hát végre elérkeztünk ide is, aki várta. Az várta, aki meg nem, az nem várta. Ennyi. Na, de hát akkor szerintem most itten... ne dumáljunk annyi felesleges szót. Kezdjük el a képességeinek bemutatásával, és ismertessük a kombóit. Akkor kezdjük is el. Egyes képesség a Desiktation, ami azt teszi, hogy hát egy nagy lökés, hát egy lökés hullámot idézünk elő, és ezáltal sebezni tudjuk az ellenségünket. Ez elég hasznos, hogyha szarban vagyunk, persze. És ez a képesség időtartamon rejlik valójában ez a képesség. A kettes képesség a Devour. Hát az pedig azt teszi, hogy... az életünket... van lehetőségünk ezáltal feltölteni. De ezen kívül... vészhelyzet esetén úgymond a meg tudjuk menteni is magunkat vele, de inkább a fő elsődleges lényege az lenne igazából, hogy az ellenfelet át tudjuk állítani vele mi oldalunkra, úgyhogy begöngyöljük szkarabeuszokkal, szó szerint ilyen egyiptomi módszerrel, úgymond a mumifikálunk gyorsba, de erről is még szót fog bővebben ejteni, meg hát gyakorlatban is látjátok, hogy mire is képes még ez a képesség. Akkor a hármas képessége a Sandstorm lenne, ami hát egy nagy homokvihar tulajdonképpen, és ezzel a képességgel elrepítünk minden ellenfelet a francba, szóval ez nekem ez a kedvenc képességem. Nagyon hasznos képesség is, főleg, hogyha a hatótávját kibővítjük Stretch Over Extended-del. És hogyha benne vagyunk ebbe a homokviharba és lőnek ránk az ellenségek, akkor van lehetőségünk rá, hogy kivédjük a lövéseket is. És akkor a négyes képessége a Scarab Swarm, ami azt teszi, hogy hát az erőnlétünket tudjuk feltölteni vele, illetve van lehetőségünk a élet szívásra is egyaránt, de inkább ez a képesség azon kívül, hogy a szkarabeuszokat még segíti még mozgásba lendíteni. Leveszi cserébe az életünket ez a képesség, de plusz páncélzatot ad, szóval nagyon hasznos. Ezáltal, de hát ennek is megvan persze a maga előnye és taktikája is. Na, de szerintem mostan félretéve a sok süket dumát, kezdjünk bele a Inarosnak a tényleges bemutatásába. Kezdjünk is neki! És akkor itt is tudnénk az Inarosszal, na hát... nekem így néz ki. Próbáltam egy kicsit olyan múmia stílusúvá csinálni, ha már ez egy alapból egy múmia karakter. És bizonyára feltűn nektek, legalábbis aki már az Inaros elég, hát úgymond pár hete birtokolja, már olyan két hete kijött legalább a karakter, hogy nincsen pajzsa. Na hát, ennek a karakternek nincsen pajzsa, de rengeteg élete van. Főleg, hogyha egy maxos vitalityt alkalmazunk nála, de azon kívül egy elég hatásos trafabíró karakterről van szó, szóval szerintem nem egy olyan haló karakter, hogy hát igazából tankolásra kiváló, illetve hát állóképesség szempontjából se egy gyenge karakter, szóval igazából, hogyha az ember belemélyedik a csatákba, akkor szerintem a pajzsot hanyagolni fogja, meg nem is nagyon fogja érdekelni. Szóval, hát kinek hogy, de
De ne lepődjetek meg, ez nem bug, ennek ténylegesen nincsen pajzsa. Igazából rémálom módon még nem jártam ezzel a karakterrel, de elég vicces lehet majd, de hát majd kell próbálni, hogyha alapból nincsen senkinek pajzsa, ottan működik, érvényesülnek-e rajta azok a hatások, vagy sem, de ez most lényegtelen. Kezdjük a képességének a bemutatásával. Az egyes képessége, ahogy mondtam, hát így egy kis lökő hullámot idézek elő, mint láthatjátok, és így sebzem vele őket. Hát most megpróbáltam olyan embernek való helyre jönni, méghozzá a Ceresre, hogy na. Mégiscsak lássátok itt a erőviszonyokat az Imrosszal szemben. Hát a egyes képesség ezt tudja, ezzel mondom bővebben nem tudok kitérni. A kettes képesség az úgymond a bemumifikálás, hogy átformálok, így láthatjátok egy ellenfelet az én oldalamra, ez az elsődleges hatása ennek. Hát ez mondjuk egy nagyon hasznos képesség, mert mondjuk, hogyha tegyük fel, vagyunk egy hosszú távú Void, Defend, vagy Survivor, vagy Interception, vagy akárhol, mindenképp Void, vagy Derelictbe gondolkodunk most elsősorban, és átállítunk mondjuk az oldalunkra egy rohadt erős bombárdot, egy heavy-t, vagy akár egy nagy köcsög energia vámpírt, ami azért lenullázza az erőnket, azért az elég hasznos tud lenni. És hát persze ennek is taktikai szempont. Ha van ennek a képességnek, így ezáltal előnyben leszünk, hogyha ezt alkalmazzuk, úgymond vészhelyzetbe. A hármas képesség igazából, hát azt majd akkor kéne bemutatnom, az lenne a homokvihar, hogyha mondjuk több ellenség vesz majd engem körül. Mert annak igazából akkor lenne értelme, én szerintem. Mert hát, igazából az a képesség nem csak Survivorre jó, mert igazából ott jönnek rá sokan az emberre, hanem Defenden is megállja a helyét, például, hogyha nincsen Frost. Bár mondjuk nem tudom ti, hogy alkalmaztátok-e Frost hiányába, de Frost hiányába én nagyon meg voltam vele elégedve, mert nem volt a csapatban. Voltam tegnap egy Void Defenden, elmerészkedtem, Frost hiányában volt egy Inaros, és megoldotta a homokvihar a gondokat, szóval szerintem elég hasznos. Na, de azért már vannak páran, úgyhogy azért bemutatom már, hogy hát igen, így pörgünk, mint valami elmebeteg rünglispül, de hát ezek elrepültek a francba. De mondom, ez inkább akkor lenne majd hatásos, hogyha többen jönnek az ellenségek közül, mert mégiscsak akkor lesz majd nagyobb értelme, de azért én azt mondom, így se olyan vészes. Mert ha az Inonoszt kell használni, én ennek vettem akkor is a legnagyobb hasznát. Még most is. Szóval, hát én azért meg vagyok elégedve, őszinte legyek. Szóval nem rossz. Meg hát persze bele kell jönni, mert hát mert még rátérnék majd a négyesre. Igazából mire még kitapasztalgattam a képességeit, azért az teltek napok igazából, mert még az elején tényleg nem értettem, ugye rá kellett vennem a lényegekre. De hát, egy trükkös kis strafabíró karakter, akkor is ez az Inaros, kinek hogy. És persze, hát, szerintem nem csak egy csapatjátékos karakter, hanem szólóban is kiválóan megállja a helyét, én azt mondom, főleg tényleg, hogyha van egy embernek egy maxos vitality-e, mert akkor szerintem elég jó a bírja, illetve még belerak egy maxos steel fibert is, és hát akkor azért tud ütni, mint állat. Meg hát persze a lényeges olyan módokat meg célszerű nála alkalmazni, hogyha szólózgatni akarunk, hogy hook thinking, például, hogy mégiscsak az állóképesség megmaradjon. Meg majd arra is kitérek még ugye a módolás terén jobban, meg mondtam a hatótávot például a homokviharos tornádó kombónál, hogy ez elég célszerű. Most csak egy 145%-os a hatótávom azzal, de van egy overextendel kiegészített
is, szóval azzal se lesz nagy gond igazából. Amit meg még majd szóval kell, hogy tegyek, az a meghalás, mert még az egy érdekes módszer, de hát majd annak is meg lesz a maga szerepe. Meg igazából, ha már most az erősségen van a hangsúly, a tornádónál az erőben azért rejlik egy kis kombinációt, én őszintén csak egy intenzív pályt tettem bele, 130%-os erő, de hát gondolom, de lehetne jobb is, de szerintem bőven elegendő, mert ugye a ellenfelek nagy részét így is úgy is elrepíti a francba, szóval ezen nem újék. De közben azért térjünk ki a négyesről, hogy mondtam, cserébe leviszi az életünket, ezt lenyomva kell tartani. És most ha meghalunk közben egyértelműen, akkor láthatjátok, hogy hát egy igazi múmiához hasonlóan itten vagyunk a szarkofágba, és hogyha nyomva tartjuk az egeret, és nem döglünk meg közben, akkor értelemszerűen vissza tudjuk nyerni a életerünket ezáltal, csak most megöltek közben. És akkor újra tudunk éledni, úgyhogy revive-olni kéne, szóval ez nagyon célszerű kombó. De most közben még utazok ezzel a cuccal, addig felteszem magam rendesen ezt a plusz védő kombót. Hát azért levitte úgy a életem nagy részét, mondjuk hát ennek a képességnek is megvan maga taktikája, de őszintén ezt nem szoktam igazából kihasználni. Én a hármasra szoktam főleg bohóckodni, hogy bevallom őszintén, nekem ez nagyon tetszik. De hát akkor is minden karakternek, mindegyiknek megvan a maga szerepe, meg a stratégiája, meg ki hogy használja. De hát, na, még úgy barátkozok vele, úgymond, még úgy nem teljesen ismertem ki, bevallom azért, csak úgy nagyjából, de azért már az is megvan a kellő kombó hozzá. És hát a megszerzéséről is ejtsek szót, az sem lesz olyan nagyon az elején olyan egyszerű, hogyha hirtelen akarja az ember, ugyanis azon kívül, hogy egy küldetésből kapjuk meg a darabjait. Baró kitre lesz szükségünk hozzá, a Void kereskedőre, aki azért nem mindig van ottan a helyén, szóval nem non-stoppozik, jobban mondva, úgyhogy aki nem kezdte el a Inaros küldetését, hát annak azért várnia kell majd rá. Mert tőle lehet kivenni azt a tervrajzot, amivel segítségével kikovácsoljuk, akkor elkezdhetjük az Inaros küldetését, de hogyha kivettük, hát vagy 200 dukátba fog kerülni, már nem tudom hány kredit, de azt tudom, hogy 200 dukát volt, amikor én kivettem. Szóval arra azért figyeljetek oda, hogyha nincs elég beolvasztandó dolgotok, akkor voidozni kell, mint állat hozzá. Úgyhogy arra majd azért lehetek felkészülni, hogy ne érjen meglepetés, én is épp, hogy ki tudtam venni, mert már meg voltam őrülve, vagy mikor kezdhetem el a küldetést, de természetesen nem gyorsítottam fel a karaktert, azért is készültem ilyen későbben a videó, bevallom. Utána meg ki kellett fejlesztenem, meg kitapasztalnom, azzal még azért eltelt idő. De hát mégis itt van, ahogy itt van. És akkor hogy tényleg, hogyha a Barótól kivettük azt a tervrajzot hozzá, az 6 óra még kikovácsoljuk. Majd elkezdhetjük utána a Inaros küldetését, ami persze megint egy trükkös dolog lesz majd benne, arról még majd szót fogok ejteni, ugyanis azon kívül, hogy csinálni kell a rendes küldit, kaptunk ilyen urnákat, amin ilyen érdekes jelek lesznek, és azt meg kell fejteni, vagy ha nem akarunk vele szarakodni, akkor előhozzuk a Wikipédiát, és meg kell tudakolnunk ezáltal, hogy mit kell ölni. Hát nekem úgy volt, hogy kétszer kellett korpuszt ölnöm, meg végső ölés az a legszivatóbb. Nekem Juggernautot kellett ölnöm, hát
Az is elég csodás volt, főleg amikor nem jött, amikor kéne, de azért még elég tűrhető volt. Mert egyik ismerősöm meg a bursával szenvedett, hát az mondjuk ezerszer rosszabb, de bízatok benne, hogy nem olyat kaptok, mert akkor az elég agyfasz lesz, ez szívás. Hosszú távon meg főleg. Hát szóval, majd arra is mondom, ki fogok jobban térni még. De hát igazából ellene a Linaros lényege, mert én tényleg... Mást úgy igazából nem tudok még hozzáfűzni. Mert meg majd még a navigálást elkezdenénk. Tulajdonképpen lassan is kezdhetnénk igazából, mert úgy kifogytam a informationből. De a, tényleg ami a meghalását illeti pedig az, hogyha úgy van, akkor nyomni kell ottan a EGR gombot, és ezáltal vissza lehet élni, csak nekem rosszkor jött össze. Arra még igazából nem tudok jobban kitérni már, szóval hát valami azért csak el lett itten mondva, még ha nem is úgy, ahogy kéne. Aj, de akkor mostan nézzük meg a Inarosznak a navigálását. Na hát azon kívül, hogy itten mostan mondhatnám a rüli helyeket, az mondom, hogy a Void kereskedőtől függ, ugye van szerencsénk hozzá a Merkuron, hogyha épp van a Larunda nevű helyem. A Saturnus, mert amikor ki kellett venni, akkor ott volt, Krón Nyarili, vagy egy a Pluto. Ez mondom, az a Void kereskedőtől függ, hogy ott lesz-e vagy sem. Hogyha pedig ez megvan, akkor értelemszerűen a kódexbe lesz a küldetés, a Sons of Inaros. Amire, hogyha rányomunk, akkor megláthatjuk a dolgokat. És igen, azok a bizonyos kihívások, azok az urnákban rejlenek, mondom, majd azért a Wikipédiás linket, aki nem találja, ellinkelem a videó alá. És hogyha kész vagyunk amúgy a Inaros küldetéssel, így dísznek kirakhatjuk még a hajóra, szerintem egész fasza, stílusos. Meg is csak, ha már megszenvedtünk, akkor legyen még valami kis extra talom. Igazából ez lenne az Inarosznak a főbb lényege, de akkor kezdjünk neki a módolás bemutatásának, én ezt hiszem. Na, akkor nézzük meg a beállításokat és ismertessük. Hát igazából lehet nem a legjobb beállítás, mert úgy még mondom, nem tapasztaltam annyira ki, de azért megvan a szükséges dolog hozzá. Például azért néztem ismertetőket, meg videókat, és hát sokan azért mondják, hogy itt ezt a helyet fel kéne oldani igazából, de nincs elég platinám most arra költeni, mert másra kell, most ebből gotyásodva vagyok, a Handspring-et célszerűen úgy ide belerakni. Sokan mondják, de hát én nem tettem meg, mert nem sincs kedvem hozzá most ahhoz szarakodni, meg az a módom nincs is meg. Régen meg volt, csak aztán nem tudom, mert elcsesztem valahol, ezt nem találom. De ez most mellékes. Aura terén mindenképpen energiatöltőt, vagy energis szifont, vagy korrózi projekciont tesszük beletenni. Páncél terén, mondom, a Max of Steel Fiber az elég hasznos tud lenni. Főleg, hogyha még ki tudnánk egészíteni. Meg Armor Ugly-vel. Az se rossz, de hát ez is azért tökéletesítsük a páncélunkat, azért már akkor lényegesen célszerű formázni, ami azért meg elég hosszadalmas folyam. Akkor itten az élet a fontos, ahogy mondtam, ennél a karakternél csak élet van, így a maxos vitality nagy előnyt tud jelenteni, hogyha van nektek olyan, mert akkor nyilván arra kell gyúrni.
a pajzsot itt el is felejthetjük, mert hiába teszünk bele pajzsmódot, semmit nem fog élni, szóval az felejtős. Erőterén viszont azért, hát, én a Prime-os szlovot javaslom akkor is, de hát, hogyha csak simátok van, akkor az. Jó, gyorsaság, hát nem olyan lényeges, igazából csak is időtartam az egyesben rejlik, ami sima egy Prime Continuity-val egész jó, vagy akár Constitution-nel, vagy legyen Narrow-minded, meg hogy, milyen a módolás technikája. Hát, effektivitásban csak streamline tettem. A tótár terén csak egy stretch, és erőterén intensify. Hát ez olyan kiegyensúlyozott beállítás, nem annyira nagyon erős, meg nem annyira gyenge. Van még egy kettős beállításom, ami korrózi projekción tartalmaz. Na hát itt azért nem mentem rá a páncélra. Itt inkább a hatótávra mentem rá egy overextended és egy stretch-el. Itt az erős olyan erős, de a 70% az is elég jó. De az életet azt célszerű megtartani akkor is nála egy maxos utility-vel, mert az akkor is nagy előnyt tud jelenteni. Minimum streamline, continuity flow. Hát ezt akkor itt kifújt, mert van még egy 3-as beállításom, de még nagyon hát kísérleti státuszban van, még nem is teljes, jobban be kéne formázni, mert igazából úgy gondoltam el, hogy lesz, hogy elmebeteg, azt még beleteszek egy vigort. Hát az a 120%-os pajzs igazából szarcsérne, de dobna még pluszba az életén, az viszont eléggé jó lenne. Illetve beleraktam az Armor Agnit, a Steel Fiber mellé, meg a Gifting King-et. És elég célszerű lenne alkalmazni nála, de akkor ez a beállítás nem teljes, mert a hatótáv az maradt alatt, illetve az erő is szólítani, de formálgatni kéne. Hát ez olyan felejtős még, de azért úgy határeset. Igazából hát egyes meg kettessel vagyok el, mert azok elég faszák. Na hát ez lett volna az Inaros, úgyhogy köszönöm, megnéztétek, és császtuk.